Útburkolatjavítás. Sok versenyen vett részt Szabó Lili. Kiskutyát találtak a kukában. Lendületet ad a kereskedelemnek a pünkösd. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. május 21-én 18 óra 5 perckor. Megkezdődött a 6-os számú választókörzetben is az útburkolat javítása. Karcagi Nagy Zoltán vagyok, a Karcagváros 6-os választókerületének a körzeti képviselője, és jelenleg itt vagyunk a Püspökladányi út és a Honvéd út utca kereszteződésében. Igaz, ez a Honvéd utca, ez körzethatár az 5-ös számú körzettel. Több utcát is érint. Én úgy gondolom, hogy tulajdonképpen még csak most indul, lesz ennek folytatása, egész nyáron megy majd a kátyúzás, hiszen a városgondnokságnak embere, anyaga, minden megvan hozzá, sőt, fel is van térképezve a körzet, úgy a közterületfelügyelő, mint a lakossági jelzések alapján. A fagy az ugye károkat tesz az útban, és akármit csinálunk neki, ezt minden évben újra és újra meg kell csinálnunk. Rendszeresen jelzik, én is járom kerékpárral, autóval, úgyhogy az ember tisztában van, csak hát hatalmas a körzet. Az én körzetemben 1150 ház van például. Úgyhogy ha ezt most elképzeli valaki, hogy hány utca, meg hány kereszteződés, meg mennyi probléma, azt nehéz is lenne igazából állandóan mindig karbantartani, de igyekszünk rá, hogy a legfontosabbakat megcsináljuk. Lesznek még plusz fejlesztések, hiszen régi vágyunk és elképzelésünk a Jókai úti óvodánál egy 15-16 parkolóhelyes gyeprácsos parkolónak a kialakítása, és ennek a folyamata most kezd elindulni. Tegnap küldtem vissza az árajánlatot, jóvá hagytam az árajánlatot képviselői keretből, úgyhogy nagyon-nagyon reméljük, hogy hamarosan kivitelezésre kerül, és egy nagyon szép, kultúrált, 16 férőhelyes parkoló, a jelenlegi, mostani, amikor csak 2-3 kocsi fér be, és utána csak a sár van, amúgy a Takás Péter úton pedig csak a fű, meg az árok, tehát ez tarthatatlan volt ez a helyzet. Szülők is jelezték már, én már nagyon régen jelzem, de egyszerűen a lehetőség az most jött el, de most eljut, hál' Istennek. Üdvözlöm Pánti Ildikót, önkormányzati képviselőnőt. Megtörtént a vasút út és a kisújszállási útnak a kereszteződésénél egy útfelújítás. Mit lehet tudni a részletekről? Én is köszöntöm a városi televízió nézőit. Választókerületemben több fontos közlekedési útvonal található, amely lebonyolítja egyrészt a városforgalmát, másrészt lebonyolítja a városba be és a városból kivezető utakat. És ez nagyon fontos, hogy a város közútjai, az út melletti patkák, az útkereszteződések rendben legyenek, hiszen a forgalom tudva levően egyre nagyobb számszerűségben is, és másrészt forgalomban is. És a biztonság a legfontosabb. És fontos, hogy ezek az útvonalak olyan minőségben várják az odaérkezőket is, és a közlekedőket, hogy minél kisebb veszéllyel a balesetet elkerülhessük. És öröm számunkra, hogy a városvezetés fontos figyelmet fordít arra, hogy ezeket a fontos útkereszteződéseket felújítsa, rendbe tegye. És így adódott alkalom elsőként a Vasút utca, illetve a Kisújszállási út kereszteződésének a felújítására, rendbetételére. Erről és a következő felújításokról polgármester úrtól hallhattunk a Karcag TV lakossági kérdésre adandó műsorában, hogy a
felújítás következő munkálatai a Deák körút, Kisújszállási út területére, illetve a Vasút utca, illetve a Széchenyi út területére terjed ki. Örömmel fogadjuk, örömmel várjuk, nem csak a környék lakói, nem csak a város lakói, hanem valamennyien, akik ott közlekednek, hiszen tudva levő, hogy itt nem csak gépkocsival közlekednek, hanem kerékpárosok is vannak ezeken az útvonalakon, tehát a forgalom is megnőtt, és örülünk, hogyha bármi felújítás a városban adódik, mint ebben az esetben is, és nekünk, az ott közlekedőknek pedig nagyon fontos a gépkocsi vezetőkkel és valamennyiünkkel együtt, hogy ezeket a felújított értékeket megbecsüljük. Örülünk neki, és bízunk a folytatásban. Folytatjuk a tehetséges karcagi diákok bemutatását. Szabó Lilivel beszélgettünk, a Györfi István Katolikus Általános Iskola második osztályosával. Szabó Lilivel beszélgetek, a Györfi István Katolikus Általános Iskola második osztályosával. Itt tanítónéni azt mondta, hogy nagyon sok oldalú kis tehetség van. Beszéljünk egy picit arról, hogy melyen tárgyak a kedvenceid. A matematika, testnevelés, olvasás, környezet, nyelvtan, minden. Sok versenyen voltál, azt is hallottam. Mit mesélj ezekről? Menjünk sorba, kezdjük az olvasással. Jelentkeztem egy országos hebe olvasó versenyre, amin második helyezést értem el. Sokat olvastunk, sokat díszítettünk, sokat rajzoltunk, és jelentkeztem ugyaninnen egy másik versenyre is, a Madarak és a Fák című projektversenyre, amin remélem szép helyezést fogok elérni, és már elkezdtem a feladatait. Ez egy projekt, több feladatból áll. Úgy tudom, hogy itt a tanteremben is vannak kirakva alkotásaid, hiszen szeretsz kézműveskedni. Igen, ez így van. Mesélj erről, hogy ez hogy van. Tanítónéni kiadja a feladatot, hogy rajzolj le valamit, és akkor mi történik? Én megcsinálom, és szeretek belerakni újdonságokat is. Voltál még más versenyen is? Énekversenyen, és méhészversenyen. Erről az utóbbiról is mesélj egy picit, hogy ott mi volt a feladat. A méhészversenyen ott egy méhecskét kellett vinni egy ilyen pályán a célig. És akkor itt a logikára volt szükség. Igen. Egyébként otthon sokat tanulsz? Sokat. Igen, sokat. És mi jelenti még a kikapcsolódást, amikor hazamész innen a suliból? Nagyon sok lecke már nincs, hiszen itt megtanultak sok mindent. Mit csinálsz? Megcsinálom, ami maradt házi, utána kimegyek az udvarra, és egy kicsit futok, meg sportolok. Igen, hiszen említetted, hogy a testnevelés a kedvenced. Egyébként háziállatod van? Van. Milyen? Van egy farkaskutyám, van 3 macskánk, meg van gyíkom is. Húha, az utóbbi az akkor izgalmas lehet. És mi a feladatod ezekkel az állatokkal? Etetni kell őket, itatni, és a kis cicákat még szoptatni kell. Osztályban milyen közösségi ember vagy? Most ugyan egy picit meg vagy szeppenve, de azért látszik, hogy mosolyogsz, tehát egy vidám embernek látlak. Igen, ez így van. Én szeretek középpontban lenni a többiekkel? Igen. Mesélj egy picit a zeneiskoláról is. Én zongorára járok már 2 éve, és nagyon szeretem. Miért pont ezt a hangszert választottad? Először gitárt akartam, de azt nem lehetett, és ezért választottam a zongorát. És a Debreceni Anikó nénihez jársz, úgy tudom. Sokat kell gyakorolni? Igen. Léptél már föl zeneiskolai hangversenyen? Egyszer, mert hogy bejött a vírus, akkor nem lehetett. És milyen érzés volt odaülni a zongora mellé, és tudtad, hogy anyáik is esetleg ott vannak, ismerősök is ott vannak, milyen érzés volt játszani? Nagyon jó. Mit adott neked a zene? Hát, boldogságot mindig.
Zárt utcai kukából mentettek meg egy kiskutyát, valaki bedobta, hogy megszabaduljon tőle. A kukásautó sofőrje hallotta meg, hogy keservesen nyűszít, mert már ellepte a szemét, levegőt alig kapott, sőt, már ki is volt száradva, amikor megtalálták. A kollégák az illegális hulladék összegyűjtése közben vették észre, hogy valami mozog a kukában, és hangokat hallottak, és amikor kinyitották a kukát, akkor döbbentek meg, hogy egy kiskutya nyűszít. Az elmúlt napok meleg időjárásában bármikor meghalhatott volna a szegény kis jószág. Teljesen megdöbbentünk, ez a fajta kutyákkal való bánásmód mindenképpen elítélendő. Sajnos időszakonként elő-elő fordul, kisállatokat mindenképpen bizonyos társadalmi réteg úgy gondolja, hogy legegyszerűbb a kukák mellé, illetve a kukákba kidobni. Találtunk már kismacskát, illetve kiskutyát nem egyszer. Bevittük a szolnoki állatotthonba, ahol szerető kezek közé tettük. Hála Istennek most már kiskutya jól van, és a gazdásítási folyamata elkezdődött. Reméljük, hogy most előbb-utóbb egy családhoz ki tudjuk tudni ajánlani. A városban egy komoly szemletformálási folyamatot indítottunk el. Rendszeresen látogatjuk az óvodákat, iskolákat, de nagyon fontos, hogy a szlömös területeken a csipesítés, illetve az ivartalanítási programot mi hamarabb el tudjuk kezdeni. Azonnal a helyi állatotthonba vitték, ahol infúziót és folyadékpótlást kapott. A tegnapi nap folyamán az NHS dolgozói találták itt Szolnokon egy fedett szeméttárolóba ezt a kis kutyát, aki sokkos állapotba kiszáradva került be hozzánk. Ők hozták be ide az állatotthonba. Behozták, mi azonnal átvettük, értesítettük az orvost, aki pár órán belül ki is jött, és infúziót és folyadékpótlást kapott a kutyus, mást egyelőre nincsen szüksége. Pont itt van 4 ilyen kis kutyánk, akik ugyanúgy a szemétdombon voltak, kidobva, körülbelül 1-2 hónaposak lehettek, ott értesítettek bennünket, kimentünk, elhoztuk őket, demodexesek, nem volt szőrük, és őket is elláttuk. Sikerült megmenteni az életét, figyelik az állapotát, és hamarosan örökbe lehet majd fogadni. Egy zárt szeméttárolóba volt beletéve, a szemét közé. Hát ebben a hőségben pár órán belül meg is fulladhatott volna. Vagy a kiszáradás már ennek az előjele volt. Nagyon-nagyon sírt, valószínűleg akkor szakíthatták ki a anyukája és a testvérei mellől. Nagyon-nagyon ki volt száradva, ez a bőrén is nagyon látszott. A hosszú hétvégék, ünnepek előtt általában megélénkül a forgalom az üzletekben, de az idei pünkösdi forgalmat főként az erősítheti, hogy április 7-e óta lépcsőzetesen enyhülnek a járvány miatti védelmi intézkedések. A járvány rányomta a bélyegét a kiskereskedelem idei első negyedévére, a forgalom átlagosan 3,2%-kal csökkent. Ugyanakkor az újraindulás óta erősödik a fogyasztói bizalom, fokozatosan nő a fogyasztás, és az eddigi folyamatok alapján pünköskor várhatóan többet költenek a háztartások minden területen, amiből bővül a kereskedelem. A védelmi intézkedések enyhítése lendületet adott a teljes fogyasztásnak, és az újraindulás első lépése óta eltelt bő egy hónaphoz képest tovább erősödik majd a forgalom a pünkösdi időszakban. Tavasszal a lakásfelújítási, a kerti és a szabadidős tevékenységek miatt nő az iparcikkek iránti kereslet, ami szintén hozzájárul a kiskereskedelmi forgalom bővüléshez. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!